Beregszázon születtem, de a gyerekkorom az nagy múzsaj. Ott volt iskolai igazgató édesapám, és ö, ö, magyar nyelvirodalom tanár édesanyám. Ö, meg ő volt az osztályfőnököm is, tehát egy ö, ö, elég fura helyzet volt ez, de a negatív diszkrimináció volt jellemző a létemre, egy rossz jegyet kaptam, akkor nem kaptam sok olyat, de akkor rögtön apám irodájába találtam maga, magam már a szünetben is, tehát rám nem mutogattak úgy, hogy bezzeg azért, mert igazgató fia. Viszont egy szabad gyerekkorom volt, és egy szépséges gyerekkorom volt, mert tényleg ha a feladatot teljesítettem, ami kellett, és ez vonatkozott öcsémre, és aki agykutató, és ő is szép utat fut be, Vinyánszky, Zoltán. Szóval, ha, ha, megcsináltuk, ami aznap ránk hárult, utána ott teljes szabadság volt a miénk. És ez, ez, jó, szóval sok-sok eh, energia ott halmozódott föl, én azt hiszem, abban a faluban. A hegy, a völgy, a az erdő 50 méterre tőlünk, és ilyen pál utcai fiúk hangulatú gyerekkor. Meg ott a Tisza, meg a Borza nem messze, tehát nagyon-nagyon szép hely én nagy szerelmese voltam vagyok annak a vidéknek, a vidéknek úgy általában, annak a kicsit lassúbb, kicsit elmélázóbb életformának, ami a vidékkel együtt jár, és, és megvisel a zsongás, megvisel a zsizsgés, megvisel a negatív energiáknak az áramlása, ami egy nagyváros jellemzője és tudom, hogy ha ez a történetem itt véget ér a Nemzeti Színházba, akkor biztos, hogy mozdulok majd. Anyám olyan magyar tanár volt, aki kis színcsapatot működtetett, és ott nőtt föl abban a kis történetben. Trizsolt, Rációska, a fiam, a ifjabb a Attila és én és az egyik első gyerekkori élményem, ahogy Ludas Matyiként az osztálytársam veri a fenekemet, aki döbrögit játszottam. Úgyhogy lehet, hogy ott dőlt el, hogy nem színész leszek, a rendező. Úgy bepróbálkoztam a katolikus egyháznál, hogy tessenek engedni, hogy mi színházból helyett a templomba játszunk. Azt hittem, hogy nem engedik meg, de megengedték. Most is megborzongok az első előadás kapcsán, ha visszagondolok, hogy, 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 ugye a pap meghirdette, hogy vasárnap előadás lesz a misén, és akkor eljöttek a nénikék bácsikák. Na most ez, ez a legmagasabb költészet a gyilkosság a székesegyházban. Szerintem fogalmuk se volt, mi zajlik. De Trizsolt kijött a karácsonyi prédikációról, ugye a két felvonás között, és, és fölment a szószékre, és úgy kezelték, mintha pap ment volna föl, és keresztet vetettek, és fölálltak, meg leültek, és akkor megéreztem, hogy, hogy valami csoda történik, és, és, és mindaz a gőg, ami bennem volt, hogy én ilyen elitista színházat csinálok, és nem érdekes a közeg, hanem én, 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 én a világ színházat fogom megváltani újító gondolataimmal. Az úgy elszállt, és szégyeltem magam, és most is szégyenkezve gondolok vissza az első két év nyilatkozataira, amiket tettem, mert rájöttem, ha van, kiért dolgozni, akkor azokért az emberekért, azért a közösségért ahonnan mi vétettünk, ahol felnőttünk minnyáján, ezekért az emberekért kell tennem. És akkor utána sokkal egyszerűbb lett minden, könnyebb lett mindenkinek a lelke. Én úgy gondolom, hogy sok kunk lelke lett könnyebb. És másként kezdtük el azt a színházat csinálni, másként kezdtük el azokat az embereket szeretni. Alapfölállásból filmrendezőként szerettem volna működni. De a koromban részt vettem egy forgatáson, egy borzalmas forgatáson, egy ukrán partizánról, borkanyukról csináltak filmet, én voltam a szakértője a magyar nyelvnek, és a ukrán színészek Szájára kellett illesztenem a magyar káromkodásokat, akik magyar csendőröket játszottak, és gyötörték a szegény ukrán partizánt. Szóval annyira rossz volt az élmény, hogy mikor kiebben ott álltam, a, 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 a irodában, és jobb emlékszem, á, volt a, a filmrendezői asztal. Balra meg a színház, így megálltam, és a színház felé mentem. De ez ott dőlt el abban a pillanatban. az ember akarva akaratlanul, ha nemzeti színházat csinál, akkor kötelező is, meg hát érdekli is a dolog, hogy hogy csinálták az elődök. És én úgy gondolom, hogy az elmúlt évszázad egyik legnagyobb színház csinálója itt Magyarországon a méltatlanul meghurcolt és, és feledésre ítélt német Antal minden lényegeset, vagy az ő munkásságában föltalált, ami számomra fontos. Ahogy a magyar klasszikusokhoz fordul, ahogy a színpadi megvalósítás kapcsán újító, keresgélő attitűddel állt neki minden feladathoz, ahogy a nemzetközi életét a Nemzeti Színháznak megszervezte, ahogy a társulatot építette. Jövő évfordulója lesz, és szeretnénk szombrot alatni a színház kertjében az ő tiszt Szóval egy igazi nagy-nagy színház csináló polihisztor volt, és, és hát az ő leszármazottjaitól kaptam ajándékba ezt a diavetítőt, ez akkor egy forradalmian új dolog volt, vetített diszlet, ugye 60-70 évvel ezelőtt már vetített diszletben csinálta meg a csongar és tündét tulajdonképpen. Ő egy fontos, fontos személyiség, így szakmai támpont számomra.